Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2020. július 1-től elköszönt településünknek dr. Kulcsár Lajos házi orvos. Helyettesítését átmenetileg, amíg szükséges, a következő egy évben dr. Balta Krisztina fogja megoldani. A doktornő 2002-ben végzett a Debreceni Orvos Egyetemen, kezdetben pszichiáterként dolgozott, majd 2010-től házi orvosként vállalt munkát, először Biharugrán, majd Füzesgyarmaton. 10 éve, hogy házi orvosi munkát végzek. Bihar nagybajom úgy került a képbe, hogy a pácienseim között tudhatom a Bihar nagybajomi jegyzőasszonyt, és miután itt a Kulcsár doktor nyugalmazottá vált, fölkért, illetve megkérdezte, hogy amennyiben nem találnak a praxisba állandó kollégát, úgy lenne lehetőség arra, hogy a helyettesítő formában a házi orvosi tevékenységet elvégezzem. Úgyhogy így került a képbe Bihar nagybajom. Szakmai előmenet erről még annyit, hogy a házi orvostan és a pszichiátria mellett üzemorvosi szakvizsgával rendelkezem, illetve folyamatban van egy egészségbiztosítási szakvizsga is. Az elsődleges praxisom az Füzesgyarmaton van, ehhez egy csatolt község tartozik Kertészszigetben. 1360 bejelentett páciens tartozik most a körzetemhez. Mikor az emberek megbetegednek, válságba kerül az egészségük, gyakran megijednek és futnak az orvoshoz, hogy gyógyítsa meg őket. Ilyenkor gyakran hajlandóak életmódjukon változtatni, elhatározzák, ha nem is tesznek fogadalmat, hogy egészségesebben kívánnak élni. Doktornő szerint a legjobb a betegségeket megelőzni. Alapvetően én egy prevenciópárti ember vagyok, és azt gondolom, hogy megelőzni könnyebb, mint kezelni. És amikor már ott a baj, akkor azért az nagy nehézséget tud eredményezni, és nagyon komoly, hosszú távú következményei vannak. Alapvetően úgy gondolom, hogy a testsúly, való odafigyelés, az elhízás, ebből következően a cukorbetegség, a magas vérnyomás, az napjaink leggyakoribb haláloka, vagy ennek a szövődményei, ezek a leggyakoribb halálokok. Természetesen dohányzás a egyetemben, ami meg potenciírozza a halálhoz vezető megbetegedések, illetve azoknak az elváltozásoknak a számát. Mivel doktornő még csak alig pár napja kezdte meg a rendelést itt Bihar-Nagybajonban, még jelenleg is zajlik az átállás és a technikai felszereltségek beállítása. Két rendelés után nehéz még azt gondolom konzekvenciákat levonni. Most még, ahogy egyébként az várható volt, a technikai nehézségekkel küzdünk elsősorban, de szerencsére rendkívül segítőkész a hivatal teljes apparátusa, úgyhogy én azt remélem, hogy gyakorlatilag még ez a hét, én azt remélem, hogy tényleg a hét végére beáll úgy az elektronikus receptírás lehetősége, ami korábban nem volt. Tudunk egyszerre szimultán dolgozni az asszisztensnőmmel két gépen, ami megint csak rövidíteni fogja a páciensek várakozási idejét. Tehát minden olyan lehetőséget igyekszünk megfogni, amivel a legkomfortosabban és leggyorsabban tudjuk elvégezni a rendelést. A rendelés idejéről és a fontos információkról is tájékoztatta a lakosságot doktornő. Van egy mobil számunk, ami csak a betegek részére van fönntartva. Ez megtalálható szerintem mindenféle írott orgánumban, tehát valamilyen nyomtatott anyag, azt hiszem, hogy kikerült minden lakoshoz. Ez a telefonszáma 0630 902 58 94. Ezen reggel 7-től délután 4-ig elérhetőek vagyunk. Javasoljuk, hogy lehetőség szerint kérjenek időpontot, sokkal hamarabb szabadulnak a páciensek, hogyha időpontra érkeznek, illetve mindenféle igényük, ha gyógyszerrendelés, bármi van, amit egyébként írottan is megküldtünk minden páciens részére, érdemes igénybe venni, akár a telefonos elérhetőséget, akár bármilyen egyéb írásban van egy postaládánk, oda is be lehet dobni a betegeknek a gyógyszerigényüket és minden egyebet. Egyedül annyit kérek, hogy türelem mindenkitől, nekünk is, a pácienseknek is. Nem könnyű időszak, reméljük, hogy valóban egy év lesz az, amíg ezt a helyettesítést végezzük, vagy akár még egy év sem, mert lesz olyan szerencse, hogy egy kolléga, aki állandóra tudna jönni, és állandó orvosként tudna ellátni a praxist, megjelenik, úgyhogy ezért kell szurkolni. Viszont addig, amíg a helyettesítő időszak van, addig mindenképpen megértést és türelmet kérek a páciensektől. Ellátatlanul senkit nem hagyunk, de
emberből vagyunk, és másik két helyen is rendelnünk kell, ez nyilván nagyban behatárolja azt, hogy időben is korlátozottak vagyunk, elérhetőségben is időnként korlátozottak vagyunk, de igyekszünk. Ezt az egyet tudom ígérni, hogy igyekszünk. Jó. Köszönöm szépen, viszontlátásra!